7 éves csúcsra repült tavaly év végére a háztartások hitelállománya. A lakosság több mint 1000 milliárd forinttal vett fel több hitelt, mint amennyit törlesztett. Így december végén már 7100 milliárddal tartozott a hitelintézeteknek a Magyar Nemzeti Bank február elejé adatai szerint. Az általunk megkérdezett közgazdás szerint az állomány bővüléséhez hozzájárult, hogy idehaza történelmi mélyponton vannak a kamatok, illetve a kormányzati intézkedések is ösztönzik a hitelfelvételt, például a babaváró, ami közel 500 milliárddal emelte meg az összeget. Mint a szakértő elmondta, az állomány nem azért nőtt, mert többen folyamodtak volna hitelhez, hanem amiatt, mert egy-egy felvétel nagyobb összeggel járt. Annak, aki hitelfelvétel előtt áll, érdemes az MNB által felügyelt pénzügyi intézményekhez fordulnia. Aki hosszabb futamidőre köt hitelszerződést, nagyon fontos az, hogy milyen kamatperiódust választ. Mélyponton vannak a kamatok, emelkedni fognak, tehát hosszabb kamatperiódust kell választani, esetleg fix kamattal, mert hogy az drágább ugyan, de később az megtérül. Másrészt pedig hát a jövedelemhez képest a túlzott eladósodásnak veszélyei vannak. Tehát ha valakinek úgy kell tudatosan hitelt felvenni, hogy a törlesztő részlet a hitel képességébe beleférjen, és ne erőltesse meg túlzottan az ő jövedelmét. A felvételnél egyébként a lakás hitelek vezetnek. Ezek több mint a felét teszik ki az állománynak, emellett az alacsony kamatú fogyasztási hitelek, a személyi kölcsönök és a lombard hitelek is kapósak. Közben a Központi Hitelinformációs Rendszer 2019-es éves statisztikái szerint alig van bedőlt hitel Magyarországon. A hitelintézeteknél már csak 3% a nem teljesítő lakossági hitelek aránya, ami évtizedes mélypontot jelent. Mindez Fazekas Sándor szerint annak köszönhető, hogy javult a lakosság fizetőképessége. A bedőlt hitellel, jellemzően szabad felhasználásúval, személyi kölcsönnel vagy hitelkártya adóssággal rendelkezők negatív adós listájára két okból lehet felkerülni. Egyrészt felviszik a hitelállományokat, ami hát lehet pozitív is, és jó fényt vethet az adósra, mert hogy jó fizető, másrészt pedig a mulasztott adósok, akik nem fizetnek, és minimálbért 3 hónapnál, tehát 90 napnál hosszabb ideig nem tudják törleszteni, de legalább minimálbér összeget, akkor azok felkerülnek negatív listára. És ez hát a hitelfelvételt gátolja. A listán szereplők egy évig rajta is maradnak, utána lehet csak lekerülni róla. Bedőlt hitelek esetén is lehet amúgy megoldást találni. A hitelintézetek és követeléskezelők próbálnak egyességre jutni az ügyfelekkel, hiszen a problémás ügyekben is lehet méltányosságot kérni, átstruktúrálni vagy kiváltani hiteleket.